Kezdésként szeretném szögezni, hogy a mi hazánk mozgalom se nem vírus tagadó, se nem oltás ellenes párt, csupán szeretnénk, hogyha a saját egészségéről mindenki maga dönthetne. Szomorú, hogy egyetlen politikai pártként szorgalmazzuk ezt, és egyetlen politikai pártként állunk ki a kötelező oltás ellen. A többi párt a sajnos besimult, és a kormányjal versengve próbálja minél jobban ráérültetni az oltást az emberekre, vagy épp az értelmetlen kötelező lezárásokat. A kormány 2021 első törvényében, amely a koronavírus világjárvány elleni védekezésről szól, és ez miatt jött létre, leszögezi, hogy a koronavírus világjárvány idején a kormány alapvető célja, hogy megvédje a magyar emberek életét és egészségét, valamint mérsékelje a gazdasági károkat és megőrizze a munkahelyeket. Ezzel szemben sajnos az értelmetlen lezárásokat követően rengeteg ember vesztette el a munkahelyét, és fogja még ezután, hiszen szembe megy a kormány saját szavaival, és a most augusztusban életbe lépő kormányrendeletben kötelezővé teszi az egészségügyben dolgozóknak az oltás felvételét, melyet sajnos az új egészségügyi szolgálati jogviszony lehetővé tesz a kormány számára. Aki így ilyen módon nem vesz igénybe az oltást, az sajnos 15 nap múlva azonnali hatállyal ki van rúgva a munkahelyéről. Tehát nem megvédi a kormány a munkahelyeket, hanem pontosan elbocsátja az egyébként is nagy bajban lévő egészségügyből még azt a pár százalék embert, aki nem szeretné önként felvenni az oltást. De ebben a kormányrendeletben egyéb dolgokat is taglal, és egészen abszurd módon azoknak az embereknek, nem rendelkeznek oltási igazolványjal, PCR teszthez köti a fogorvosi és az alap orvosi ellátásnak az igénybevételét, ami úgy gondoljuk, hogy olyan megkülönböztetés, amit a mi hazánk semmilyen körülmények között nem tud elfogadni, hiszen ezek az emberek is fizetik a társadalombiztosítási hozzájárulásokat, mégsem tudják igénybe venni ezeket a szolgáltatásokat. A gyermekek oltása pedig már habatortán, hiszen Orbán Viktor maga azt ígérte, hogy nem lesz a gyermekeknek kötelező oltási kampány júliusban. Most mégis azt láthatjuk az iskola kezdés előtt, hogy már a csapból is a gyermekek oltása folyik, és Orbán Viktor maga kéri egy levélben arra a szülőket és arra az embereket, hogy oltassák be akár a gyerekeiket, akár az ismerőseiket vegyék rá erre, de az idősekhez egyenesen házhoz mennek, míg az iskolákba pedig oltópontokat hoznak létre, annak érdekében, hogy minél több ember tudja ezt az oltást igénybe venni, még ha nem szeretné, akkor is, hiszen elég nagy nyomással és presszióval próbálják őket erre rávenni. Mindenki a saját egészségéről és életéről, mi úgy gondoljuk, hogy saját maga kell, hogy döntsön, éppen ezért a hazánk mozgalom nem tudja elfogadni semmilyen körülmények között a következő értelmetlen lezárások sorát, vagy azt sem tudja elfogadni, hogy az oltást bármi nemű szakákban dolgozó számára kötelezővé tegyék, hiszen az a vírus, amely az elmúlt másfél évben a lakosságnak kevesebb, mint 10%-ához ért el sokak által kevésbé tűnik veszélyesnek, mint az a védőoltás, melyre igen kevés idő volt annak kifejlesztésére. Éppen ezért, aki a kockázatot szeretné mérlegelni, hagy tehesse meg saját maga. Éppen ezért úgy gondoljuk, hogy elég a zsarolásból, és aki nem szeretné, hogy ez a kör ez tovább szűküljön, és ki szeretne állni a Mi Hazánk Mozgalom Egyetlen politikai pártként alkotott véleménye mellett. Azt várjuk szeptember 4-én a Budai várba, Orbán Viktor hivatala elé, és mondjuk ki együtt, hogy ez a mi életünk, a mi döntésünk, a mi hazánk nem engedünk tovább a zsarolásra.